Üdvözlök mindenkit, sziasztok srácok, én Komet vagyok. Ahogy már megszokhattátok, ezen a csodálatos csütörtöki napon ismételten a heti újdonságot fogjuk megnézni a GTA Online-ból, mint ahogy azt mindig szoktuk minden csütörtökön, ahogy mindig most is csak egy héten keresztül tartanak azok a dolgok, amiket elmondok a videóban, tehát egészen pontosan június 18-a és 25-e között számíthattok csak azokra a dolgokra, amik elhangzanak ebben a videóban, legyen itt szó akár pódiumjárműről, duplás vagy triplás dolgokról, akciókról, esetleg ingyenes járművekről. Hogyha érdekelt vagy a jövő hétnek az újdonságaival kapcsolatban a GTA Online-ban, akkor nyilván gyere vissza a jövő csütörtökön, üstökös és nagyobb csatornatagoknak 13:30-tól, mindenki másnak pedig 15 órától nézhető ez a sorozat rész minden csütörtökön. Nem is húzom tovább a szót, nézzük meg, hogy milyen újdonságot hozott be erre a hétre a Rockstar a játékba. Na kérem, hogyha van ilyen, akkor mindig a login bónusszal kezdem a videót, és most ezen a héten van egy ilyenünk, tehát hogyha bejelentkeztek a GTA Online-ba, tehát beléptek az online-ba egészen pontosan ezen a héten, akkor ingyenesen a szekrényetekbe kerül a Coil USA Tee, ami igazából egy sima póló, fehér színű és egy amerikai zászló van rajta, csak a csillagok helyett Coil logók vannak. Szerintem tök jól néz ki ez a póló, és tényleg ingyenesen meg lehet szerezni, úgyhogy már csak ezért megéri belépni ezen a héten a GTA Online-ba. Aztán szokás szerint térjünk rá a pénzszerzési lehetőségekre, amikből a fixeket mondanám először. Van egy RC Bandito Time Trialunk, illetve egy sima Land Vehicle-ös Time Trialunk. Az RC Banditos a Little Seoul Park, szerintem ez egy tök könnyű Time Trial, és 101.000 dollárért nagyon könnyen meg lehet csinálni. Ezen kívül a sima Land Vehicle-ös Time Trialunk a Power Station, ez már nem annyira egyszerűnek mondható, sőt inkább nehéznek, de ahogy megszokhattátok már a csatornára külön a Time Trialok playlistbe beletettem, hogy hogyan kell megcsinálni a Power Station Time Trial-t, a Little Soul Park RC Bandito Time Trial-t pedig láthatjátok néhány részre vágva itt ebben a videóban. A sima Land Vehicle-ös Power Station Time Trial-t pedig értelemszerűen lessétek meg, jobb föl az időre kattintva láthatjátok, hogy hogyan kell megcsinálni. Ezen kívül egészen jól bővelkedünk duplás és triplás dolgokban is. Kezdjük a duplásokkal. Kétszeres dollár és RP szorzót kaptak az Open Wheel versenyek, egyáltalán nem véletlenül, de ez majd egy kicsit később fog kiderülni, illetve szintén kétszeres dollár és RP szorzó van a VIP workökön és a VIP challenge-eken, így akár 50.000 dollárt is szerezhettek egy darab VIP workkel, ami nagyon jó pénz. Van egy videó a csatornámon, amit szintén megnézhettek jobb föl az ívetőre kattintva, hogy hogyan is kell használni egészen pontosan a VIP workeket, de tényleg nagyon jó pénzszerzési lehetőség erre a hétre. És akkor térjünk rá a háromszoros dolgokra, amik mind RP, mind dollár szinten érvényesek mind a két dologra, amit el fogok mondani. Egyrészt háromszoros szorzót kapott a parachuting játékmód, ami meg vagyok lefve, mert ez tényleg nagyon régen volt már bármilyen szorzóval ellátva, az meg, hogy háromszoros, elég érdekes, de nem baj, örülök neki, hogy ezt is bedobták az esti sorozatban. A VIP workökön kívül lehet, hogy fogunk parasútolni is, ki tudja, illetve ezen kívül szintén háromszoros szorzót kaptak az Associate, illetve a Bodyguard fizetések, tehát hogyha mondjuk valaki prepeli fel a Casino Heist-ot, vagy Bunkert, Sublistok, vagy bármi ilyesmi, akkor most az alap 5000 dollár helyett 15.000 dollár fizetést kap az, aki a cégednél dolgozik, vagy te dolgozol valakinek a cégénél, akkor te kapsz háromszoros fizetést. Ha jól emlékszem, a legnagyobb fizú, amit lehet kapni, alapvetően 10.000 dollár, tehát szorzó nélkül, tehát jelen esetben akkor 30.000 dollárt kapsz, azt hiszem játékbeli naponként, vagy ilyesmi, hogyha valakinek segítesz, vagy neked segít valaki, akkor háromszoros szorzóval látja el neki a fizetését a Rockstar. Ezek nagyon jó kis pénzszerzési lehetőségek, és akkor most térjünk át az akciókra, amik közül igazából a címben láthatjátok, hogy vannak ingyenes járműveink, kezdjük ezekkel. A Legendary Motorsportson ingyenesen megszerezhető az alapból 600.000 dollárt érő Raptor motorkerékpár, vagy nem is tudom, hogy ezt hogyan hívják pontosan, de érdemes ingyen behúzni, hiszen tényleg 600.000 dollárba kerül alapvetően, ezen a héten ingyenes, és további három jármű még a Raptoron kívül, a Hakocsú, a Nemesis, illetve a Hot Rod Blazer motorok azok, amiket ingyenesen be lehet húzni most. Meglepőnek tartom, hogy ilyet beleraktak jelenleg a játékba, de hát csak azért, mert nem láttam még ilyet korábban, hogy valami csak úgy ingyenes lett egy héten. Szóval ezeket az ingyenes járműveket, hogyha nincs meg nektek, érdemes behúzni. Összesen talán 800.000 dollár értékben vannak itt járművek. Szóval egészen jó dolgokat be lehet húzni. Ezen kívül további jármű akcióink. 40%-kal olcsóbb a Flash GT, most csak 1.500.000 dollárba kerül, valamint az Italy GTB Benny oldalán 713.400 dollárért lehet a birtokotok
országban, a Rocket Voltig pedig 2.298.000 vagy 1.728.000 dollárért vehető meg, hogyha kioldjátok rá a trade price-ot. Ezek voltak a 40%-os akcióink. 35%-kal olcsóbb a Stromberg, 2 millióért vagy 1 millió 500 000 dollárért vehető meg, ha kioldjátok rá a trade price-ot. Ezek voltak a jármű akciók, ezen kívül az executive office-ok 40%-kal olcsóbbak a Dynasty 8 executive oldalon, és az ehhez tartozó renovation-ök 30%-kal olcsóbbak. A garázssal kapcsolatosan semmi nincsen, tehát a garázs nem is olcsóbb, és a renovációja sem akciós, tehát ezen a héten csak és kizárólag az office-ok és az ehhez tartozó renovation-ök akciósak. Valamint ehhez tartozik még, hogy 50%-kal olcsóbbak a nagy special cargo warehouse-ok, fontos, hogy csak a nagyok, tehát a kicsi és a közepes nem, ezeket csak public sessionben a CEO irodába bemenve tudjátok megvenni. Hogyha nem tudjátok, hogy működik esetleg a special cargo warehouse, akkor jobb felül az e-betűre kattintva meg tudjátok nézni az erről szóló business útmarató részt. Ne felejtsük ki a Twitch Prime bónuszokat sem, hiszen most ezen a héten újak vannak. 80%-kal olcsóbb a V65 molotok, 957.600 dollár, hogyha nincsen kioldva rá a trade price, ha pedig ki van, akkor 720.000 dollár a Twitch Prime-osoknak, illetve 70%-kal olcsóbb a Mamba, 298.500 dollár, amennyire meg lehet venni. Azt se felejtsétek el, hogy ezen a héten, hogyha belépnek a Twitch Prime-osok, akkor kapnak ajándékba 200.000 dollárt a Rockstar-tól. Tehát ez a Twitch Prime-os kis bónuszunk, és akkor már csak egy dolog van hátra, ami nem más, mint a pódium járművünk, ez pedig az Ocelot R88 Formula autó, ami alapvetően 3.115.000 dollárba kerül a Legendary Motorsportson, de most ingyenesen ezen a héten 7 alkalommal nyílik arra, hogy kipörgesse ezt a járművet, akinek még esetleg nincsen ilyenje, annak tényleg nagyon sok sikert kívánok a kipörgetéséhez. Ugye alapvetően ez egy egyszemélyes versenyautó, és ahogy mondtam, az open wheel duplás versenyeknél ez az oka annak, hogy azok a versenyek duplásak, mert ez az autó van a pódiumon. Összességében ennyi lenne az eheti újdonság, remélem, hogy nem hagytam ki semmit. A VIP workökkel mindenféleképpen érdemes foglalkozni, illetve segíteni a barátaitoknak, hiszen a fizetésetek is sokkal jobb lesz. Hogyha tetszett nektek ez a videó, és ebből tájékozottok minden héten a legújabb dolgokról a GTA Online-ban, legyetek kedvesek, nyomjatok egy lájkot, ha pedig nem szeretnétek lemaradni a napi videókról vagy livestreamekről ezen a csatornán, akkor iratkozzatok fel, hogyha még nem tettétek volna meg, és találkozunk az esti Birodalom a Semmiből részben, 22 óra 7 perckor élőben. Köszi még egyszer a figyelmet, srácok! Én Komet voltam. Sziasztok!